A művelődési házban nyitották meg március 14-én az ékesedit hangulatfestő műveiből rendezett kiállítást. A festőművész 1960-ban született Kaposváron, jelenleg a kaposvári Nagyboldogasszony római katolikus gimnázium és általános iskola művész tanára. Festményeinek nagy részén a képzőművészeti technikák közül az akvarell technikát alkalmazza. Művészeti hitvallása az, hogy megmutassa, milyen szép is a teremtett világ és a természetben uralkodó rend. Rendszeresen részt vesz és kiállít az évente megrendezett nemzetközi miniatűr kiállításon és a Kaposvári Festők Városa Hangulat Fesztiválon. A Dombóvári Művelődési Házban lévő kiállítás április 3-áig tekinthető meg.